19. fordulóval folytatódik a Szimplő Női Liga. A Nyitányon a listavezető FTC a DVTK otthonába látogat. Vágó Fanni csapata a hétközben pótolta a Kelen ellenfélbe szakadt bajnoki mérkőzését, amelyet összesítésben 2-1-re nyert meg. Ezzel továbbra is őrzi veretlenségét, hiszen az előző körben a nagy rivális Etót is le tudta győzni. A Diósgyőr ősszel csúnya vereségbe szaladt bele a Fradi ellen. Hazai pályán szeretnék felettetni azt a teljesítményt. Az MTK Molfehérvárt fogadja. A Ferencváros mellett az MTK az egyetlen csapat, amely idén minden meccsét meg tudta nyerni. Ezzel pontszámban beérte a második helyen álló Etót. Zágor Bernadették az újonc ellen is szeretnék folytatni kiváló sorozatukat. A székesfehérváriak ezzel szemben a legutóbbi 4 bajnokiukat elveszítették, és most is nehéz meccsre számíthatnak. Különleges összecsapásnak ígérkezik a Puskás Akadémia Etó mérkőzés, hiszen a két csapat a bajnoki találkozó előtt 3 nappal a Magyar Kupa döntőjében is megmérkőzött egymással. A felcsúti csapat sokáig nagyon jól tartotta magát az első kupa fináléjában, de a végén érvényesült a papírforma, így a győriek zsinórban 2-szeres kupa győztesként utazhatnak felcsútra. A 8. helyen álló Szent Mihály az utolsó előtti pozícióban lévő Szekszárdot fogadja. A szegediek játéka hullámzó az elmúlt meccseken, legutóbb a haladás Viktóriától kapta ki 3-0-ra. A mostani ellenféllel pedig 1-1-es döntetlent játszottak ősszel, ami az újonc számára most is jó eredmény lenne, de Pap Szidóniáék szeretnék otthon tartani a 3 pontot. Az utolsó helyen álló Újpest a haladás Viktóriát fogadja. A lilafehérek eddig mindössze 2 ellenféllel szemben tudtak pontokat gyűjteni a szezonban, az egyik épp a szombathelyi csapat, amellyel ősszel 1-1-es döntetlent játszottak. Az volt azonban az utolsó mérkőzés, amikor 2 gólnál kevesebbet kapott a fővárosi csapat. Kérdés, hogy most meg tudják-e állítani az ellenfél rohamait, mert a haladás gólra és pontra törően fog játszani ezen a meccsen is. A 19. forduló záró meccsén az Astra a Kelen SC-t fogadja. Az ülőiek jó formában vannak, az elmúlt 4 meccsükből 3-at megnyertek, így magabiztosan várják a Kelen elleni összecsapást. Kun István csapatának idén nem sok babér termet, így bravúr lenne számukra a pontszerzés, ami egyébként sikerült nekik ősszel a mostani ellenfél ellen, amikor is döntetlenre végződött a két együttes összecsapása.